Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohárból, a Kabbala zsidó misztika alapművéből, és ott tartunk az első kötetben, Pei Beit Amud Alef 82 per A oldalán. Ugye a téma az továbbra is természetesen Ábrahám és Sára. Mondja a Zohar. Rabbi Yitzchak, amikor erről a témáról, Ábrahám és Sáráról akart magyarázni, akkor idézte azt a verset a Zsoltárból, 92 per 13, ahol az van írva, Tzadik katamar yifrach, ke errez balvanon izge. Magyar fordítás úgy szól, az igaz ember virágzik, mint a pálma, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az örökké van a házában, ültették el őket, stb. Még egyszer, az igaz ember virágzik, mint a pálma, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Mondja a Zohar, mondja Rabbi Yitzchak, miért hasonlította össze a Zsoltár a cádikat, a jámbort pálmába? Miért pont pálmába? Erre azt mondja az Zohar, azt akarja mondani, ezzel mondja Rabbi Yitzchak, ugyanúgy ad a pálma. Amikor kivágják azt, nem csak az ágagat, hanem magad a tőzsdét, a maga a fát, akkor sokáig kell várni, ameddig visszanő. Ugyanígy, de cádik, ha elmegy a világból, szerintem ha meghal, akkor nem olyan gyorsan fog jönni egy másik cádik helyette. Hasonlóképpen a libanoni cédrussal az is úgy van, ha kivágják, akkor sokáig kell várni, ameddig visszajön. Felmerül a kérdés, hogy máshol pont a Talmudban pont másképpen tanultunk. Azt mondja a Talmud, amikor lemegy a nap itt, akkor már felmegy a nap ott. És erre azt mondja a Talmud, amikor Eli a főpap meghalt, akkor ott volt Sámuel, aki jött helyette. Amikor Mózes elment, jött Jósua helyette. Akkor azt látjuk, hogy rögtön egymás után cserélik egymást. Erre az van írva, cserélik, igen ám, de mégis nem teljesen az utódja, nem teljesen betölti a helyét, hanem sok idő kell az, ameddig belenő az előző cádik helyébe. Folytatja az ored másik magyarázat, miért hasonlít a cádik a tamárhoz, a pálmához. Erre azt mondja az ored, nagyon fontos, itt úgy tűnik, hogy itt az ored nem annyira pont a pálmát magyarázza, hanem maga az egész növényvilágot. Ugyanúgy, hogy a pálma az nem tud nőni, csak akkor, ha van hímes nő, ugye az egész teremtésben, ugye emberben kell, hogy legyen férfi és nő, az állatokban is kell, hogy legyen mind a kettő, és még a növényvilágban is, és ahogy mondja itt a pálmáról, hogy a pálma nem fog kiadni gyümölcsöt, csak akkor, ha van a másik fa mellette,
ugyanúgy a cadik nem, talán azt mondja, nem tökéletes, csak akkora van férfi és nő, és az örökkévaló összepárosítja egy jámbor férfit, egy jámbor nővel. A férfi abból lesz a cadik, a nőből lesz a cadeket, a jámbor ne, és így volt Abram és Sára. Együtt tudtak működni. Lényegében itt arról beszél a Zohar, hogy egy ember egyedül, még akár egy cadik, az nem tökéletes. Nem, ahogy a Tórában az van írva, amikor az örökkévaló megteremtette Ábrahámot, lottov hejot Adam levado. Nem jó, ha az ember egyedül van. Még a cadik is egyedül, az egy hiányos. Hanem csak akkor a házasságban él egy cadik férfi, egy cadik nővel, akkor tökéletes. És Ábrahám és Sáránál is azt látjuk, amikor Ábrahámból lett Ábrahám, hogy hozzáadott az Isten egy H betűt az Ábrahám nevéhez, és így lett Ábrahám, akkor ugyanakkor egészítette ki az örökkévaló egy H betűvel a Sáráj nevet is, és Sárájból lett Szára. Mert akkor tökéletes a cádik, ha házasságban él, mert akkor kiegészítik egymást. Mondja a Zohar tovább, ez a pálmára vonatkozik. És mit akar a Zsoltár a király mondani a cádikezet, ke erezbalva non izge, magasra nő, mint a libanoni cédrus, mi a különleges a libanoni cédrusban? Erre azt mondja a Zohar, ugyanúgy, hogy a cédrus ott az erdőben a legmagasabb fa, és minden fa alacsonyabb nála, mindenki a cédrus árnyékában tartózkodik, hasonlóképpen a cadik ő, a jámbor ő mindenki fölött van, és mindenki az ő árnyékában, az ő jó cselekedeti árnyékában léteznek. És a világ, az egész világ nem létezik, csak a cadik. A cadik az alapja az egész világnak, ahogy írva van, példabeszédek 10/25, de cadik jeszod olam. A cadik a jámbor, jeszod olam, ő a világnak az alapja. A világnak az alapja, ez azt jelenti, hogy az egész világ létezik rajta, illetve jeszod az a szférákból a hatodik szféra, a világ az a malchut, a királyság, és akkor a malchut kapja az ő fényét, az isteni fényét, a jeszod az alap szférán keresztül. És a cadikra, a jeszodra támaszkodik a világ, hogy ne omoljon össze a sok vétkes miatt, és amikor kell, amikor volt egy pusztítás a világban, a vétkesek rossz cselekedete miatt, akkor megint a cadik miatt újra megújul a világ. És akkor most, ami most elhangzott, az az, hogy a cadik, egy cadikon, a cadikon áll az egész világ. A cadiki szodolom egyes számot. Kérdezi a Zohar, Rabbi Judah erre felteszi a kérdést Rabbi Yitzchaknak, ugye, mert ez mind Rabbi Yitzchaknak a tanítása volt, ugye ezzel kezdtünk. Kérdezi Rabbi Judah, ez a Rabbi Yitzchak azt mondta, hogy az egész világ támaszkodik, az egész világnak az alapja, az a jeszajd, az a cádiknak a szintje, pedig azt tanultunk a Talmudban, és az pedig egy Biblia vers alapján, Hatzva Amudea Siva,
hogy 7 oszlop van a világnak. Ez pedig egy vers, ami példabeszéde 9:1. Akkor hogy lehet, hogy 10:25-ben az van írva egyes számban a cadik, a cadik az a világnak az oszlop, amikor egy fejezettel arrébb 9:1-ben az van írva, hogy 7 oszlopja van a világnak. Erre azt mondja Rabbi Yossi, erre azt válasz a Rabbi Yossi, Rabbi Judának, teljesen igazad van, hogy a világnak van 7 oszlopja, lényegében 7 szféra van. De mégis a Yesod, a 6. szférának a neve az Yesod, az alap, mert minden megy a Yesodon keresztül, a Yesod a 6. szférán keresztül megérkezik a Malchutban, a királyságban. És lényegében a Yesodon keresztül, az pedig a cadiknak a szintje, onnan érkezik az isteni fény a világhoz, hogy írva van, hogy írva van, Imru cadik, ki tov, ki prima lelejem jochélu. Ez pedig Jesaja 3:10. Én most az egyszerű magyarázat, Imru cadik, beszéljetek a cadikról, dicséljetek meg a cadikot, ki a ki tov, mert ő jót tett. Mert ki a cadikim jochlug mulma szem, és mert a cadik ő élvezi a jó cselekedetnek a gyümölcse. És ezért érdemes őt dicsérni, hogy mindenki megtaláljon tőle. De a témához hogy kapcsolódik? Imru cadik ki tov, erre azt mondja, ezt úgy kell érteni, hogy emeljetek fel a cádikat, az a Jézsajt, mert rajta keresztül az ő gyümölcséből, rajta keresztül az ő fényeből él a világ. Ő látja el a világot. Most egy kis kabbalisztikus rész, ebből egy picit próbálok egy kicsit érteni belőle, azt mondja a Yitzchak, nézd csak meg a teremtés titkából, hogy egy oszlopban gyűlik össze az egész isteni fény, és onnan keresztül megy át, megérkezik a világba. Hogy írva van, ez kapcsolja az, ami írva van Brésidben, Mózes első könyvében 2:10, Vinahar Jöjcemé Eiden, 2:10, Vinahar Jöjcemé Eiden láskot etagán, Eidenből pedig folyó árat ki, hogy önteze a kertet, és ami parédve a hajállárba árasim, onnan pedig szétvált, és 4 ágra szakadt. És erre azt mondja, hogy lényegében egy forrásból kapja mind a 4 folyó, mind a 4 ág kap egy folyóból, és akkor jól értem, akkor ez a Yesod, az pedig a cadiknak a szinte. Szó van a cadikról, és folytatja. Minden este, minden egyes este a cadikoknak a lelkei mennek fel magasabb és magasabb szintre, lényegében a felső világokban, és amikor megérkezik éjfél, akkor az örökkévaló lejön a Gan Édenbe, ahova a cadikoknak a lelkei feljöttek, az Édenkertben, a cadiknak a lelkei oda feljöttek, hogy élvezen az ő társaságukat. Mondja Rabbi Yitzchak. És milyen cadikokról van szó? Olyanok, akik már meghaltak, vagy olyan, akik még élnek, vagy olyanok, akik majd fognak élni. Milyen cadikokról van szó,
akik a Gán Édenbe tartózkodnak éjfél után, és az örökkévaló élvezi őket. Erre azt mondta Rabbi Jossé, válaszolva erre a kérdésre, várjál, ez nem, várjál, ez Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak feltette a kérdést, rosszul mondtam. Rabbi Júda feltette a kérdést, hogy nem egy szádikból áll a világ, egy szádikra támaszkodik, hanem hét oszlopra. Erre válaszol neki Rabbi Yitzchak, hogy erre folytatja, és akkor erre Rabbi Yitzchak válaszol, és Rabbi Yitzchak folytatja. Várj, mint azt mondanod, Rabbi Júda folytatja itt. Jó. Valami kimaradt nekem. Mindenképpen erre azt mondta Rabbi Yossi, melyik cádikról van szó? Az összes cádikról. Akár olyan cádik, akik már a lakhelyük, a tartózkodási helyük az a felső világban van, akár azok, akik még nem régen az alsó világban volt a lakhelyük, csak közben meghaltak, mindezeket élvezi az örökkévaló éjfél után. Éjfél után úgynevezett hacot, az egy nagyon különleges idő, már sokszor volt szó erről, hogy a cádikok már hacotkor, éjfélkor felkelnek, és pont éjfélkor leülnek a földre, és imádkoznak, gyászolnak a szentének a lerombolását, és utána tanulnak tórát reggelig. És akkor ez a tóra tanulás, az éjfél utáni tóra tanulás, az nagyon-nagyon különleges, mint az örökkévaló személyesen eljönne a Gan Édenben, attól a cádikok, a különböző cádikoknak a lelkét tartózkodnak, és ott tanulnak tórát, és az örökkévaló élvezi őket. Mondja az Zohar, tovább nézd csak, milyen különleges a cádikoknak a lelke, azok a cádikok, akik itt éltek ebben a világban. Ezek magasabb szinten vannak, mint azok a cádikoknak a lelke, akik még nem jöttek le ebbe a világba. Mert a felső világok függnek az alsó világoknak az ébredésére és lelkedéseire. Mert a szolga angyalok nem tudnak mondani sírát, az isteni dicséretet, addig, ameddig itt, Izrael fiai, ebben a világban nem mondanak meg az isteni dicséretet, a kados, 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 szent, 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 seregek úra, stb. Ugyanúgy a cádikak, akik a felső Gan Édenben vannak, szükségük van, meg kell várniuk, és ők függnek azokból a cádikokból, akik itt vannak ebben a világban. És amikor a cádikok a halálokkal elhagyják ezt a világot, akkor felmennek a Gan Édenben, és ott beöltöznek a felső isteni fényben, és őket élvez az örökkévaló. Mondja, most akkor még egyszer, két cádikról van szó, olyan cádik, akinek a helye a felső világban, felső világokban van, és azok a cádik, akik itt voltak ebben az alsó világban. Erre mondja Rabbi Yossi tovább, felteszi a kérdést, és még azok a cádikok is, akik még mindig vannak az alsó világban, még mindig élnek, és akkor hogy élvezi az örökkévaló az őket is? Erre azt mondja, ezt a kérdést teszi fel Rabbi Jésza. Kinek teszi fel a kérdést? Rabbi Yosszénak. Ugye előbb azt mondta Rabbi Yossé, hogy a felső cádikak és az alsó cádikak, akik éltek. Erre azt mondja Rabbi Yossé, mert
amikor lesz éjfél, akkor mind az igaz szadikak felébrednek és tanulnak Tórát, és mondanak az Isten, a Tóranak a dicsérete, és hogy írva van, hogy az örökkévaló, és mind azok a szadikak, akik az Édenkertben, a Gán Édenben vannak, figyelik őket. Azt jelenti, hogy lehet, hogy a szadik még él ebben az alsó világban, de amikor ő Tórát tanul itt ebben az alsó világban, az örökkévaló és a szadikak a Gán Édenben figyelnek rá, és ennek a következménye azért, mert tanult egész éjféltől, hogy egy cheszed, egy szeretet fonal egész nap rajtuk van, ahogy írva van Zsoltárok 42:9, jó, mám je cava a semházdó, übe lájló sírói imaj. Azt jelenti, hogy azért parancsolt az örökkévaló, hogy rajta legyen az isteni szeretet a cádikon nappal. Miért? Mert este, éjszaka, éjfél után Tórát tanul. És az a Tóra tanulás, az egy tökéletes Tóra tanulás. Szóval nagyon-nagyon különleges dolog az hacottól ébren lenni és Tórát tanulni. Akkor előbb azt mondta a felső cádik és az alsó cádik, akik már meghaltak. Erre Rabbi Jéssé feltette a kérdést, mi van azokkal a cádikakkal, akik még élnek. Azt mondja, azok, akik már élnek, szintén figyel rájuk az örökkévaló, miközben itt tanulnak ebben a világban. Folytatja azon, nézd csak, amikor a Izrael fiai be voltak zárva a házukban, amikor az örökkévaló megölte az egyiptomi első születeket, pont éjfélkor, akkor Izrael fia otthon voltak, és mondtak hallélt, hálaimat mondtak, illetve más dicséreteket mondtak az örökkévaló előtt, és az örökkévaló, és ahogy ez a midrás mondja, de akkor egész éjjel mondták akkor hallélt, miközben az egyiptomi házakban halnak meg az első születtek, akkor a zsidók nem hagyták el a saját házokat, és mondtak hallélt. És az örökkévaló nagyon örült az ő dicséretüknek. És ez nem egy egyszerű dolog, mert általában azt mondjuk, hogy van a Talmud azt mondja, amikor amikor Mózes énekelte el, Mózes és Izrael fia énekeltek el a tenger dalát, amikor láttak az egyiptomiak megfulladtak a vízben, és ők túléltek, és azt mondja a Talmud, hogy a zsidók és Mózes akartak mondani hallélt, hálaimat. Erre azt mondta az örökkévaló, nem mondjatok hálaimat, mert az én mászé jada, az én kezem munkája pusztul el, de nem lehet mondani hallélt, nem lehet hálaimat. Szerintem az örökkévaló megtette, hogy ők megfulladjanak a vízben, és a zsidók éljenek túl, de mégse tökéletes dolog az, hogy mielőtt más emberek, az ellenség, a vétkes ellenség meghal, hogy mi mondjuk hallelt. Ennek ellenére, amikor a zsidók otthon voltak a 10. csapás alatt, és éjféltől reggelit mondtak hallelt, az örökkévaló ezt elfogadta. És örült neki, mert olyan nagy dolog az, amikor dicséretet mondok az örökkévalónak. Kérdés az, hogy milyen dicséretről van szó. Csak olyan dicséret nagyon különleges az Isten számára, ami egy csoda kapcsán mondják el, hogy bármilyen dicséret is nagy dolog. Erre azt mondja a Zohar, nem csak a dicséret, nem csak az a dicséret különleges az Isten számára, ami egy csodából következik, hanem nézd csak, a Dávid király szokott felkelni éjfélkor, mert ő tudtad, milyen különleges ez az idő. És erre, ha jól értem, akkor a Zohar azt akarja mondani,
Általában azt mondjuk, Dávid király szakadt felkelni. Az a kifejezés felkelni, héberből is hasonló, kam, az nem feltétlenül jelenti az, hogy felkelni, a lábán állni, hanem inkább felébredni, az felkelni. Azt mondja, az nem, amikor azt mondja, Dávid király felébredt, akkor szó szerint felkelt, a lábán állt, mert az nem fogadható el, hogy ült vagy feküdt az ágyán, és így mondta el az isteni dicséreteket. Ez ki van zárva, hanem, ahogy írva van a Zsoltárok könyvében, 119-62, Chatzot Laila Akum Lehodotlach. Éjfélkor felkelek, felállok, mondja az Zsoltár, szó szerint kell ezt érteni, hogy egyszer csak felállnak. Mert így illik, amikor elmondja az isteni, amikor az isteni dicséret és a Tóra tanulásról van szó. Ez érdekes dolog, és írva van a Talmudban, a Szota traktátusban, milyen nagy dolog az, hogy valaki végig áll, amikor Tórát tanul. Azt szerint azon kívül a Tóra tanulás, az, amikor áll Tóra tanulás, akkor ez egy nagyobb tiszteletadást az örökkévalónak. Szoktak mondani különböző rabikról, hogy ők tényleg állva szoktak tanulni, de nem feltétlenül ez az elfogadott formája a Tóra tanulásnak. Ennek ellenére mi itt van írva, hogy mindenképpen állva, de ez nem feltétlenül állni szoktak. Különböző részeknél szoktak állni az imánál, az Amidánál, vagy más helyen, de nem feltétlenül a Tóra tanulás valójában állva történik. Mondja Zohar tovább, és mivel Dávid király alig aludt, és már éjfélkor felkelt Tóra tanulás, azt jelenti, nem engedte magát élvezni az alvásnak az élvezetét, és úgy ismétem, de a Talmud mondhat, az alvás az egy hatvanat a halálból. Ami azt jelenti, hogy a Dávid király kevéset aludt, azt jelenti, távol tartotta magát a haláltól. Az élete során távol tartotta magát a haláltól. És ezért szoktunk azt mondani, hogy Dávid király örökké él, vagyis az ő királysága mindig megy tovább, és még a messiási időkben szintén ő lesz a király. Ahogy tanultunk ezt a Talmudban, a Talmud azt mondja, a messiás, akár ha az élők közül lesz, akkor Dávid lesz a neve. Szintén akár ha azok közül lesz a messiás, mint azok, akik fognak élni, amikor a messiás el fog jönni, akkor Dávid lesz a neve, akár ha már azok közül lesz, akik már meghaltak, akkor megint Dávid lesz a neve. Valahogy akar ez azt jelenti, hogy a messiási időben is lesz Dávidnak nagy szerepe. Miért? Mert Dávid nem engedte, hogy uralkodjon rajta az alvás. Az alvás is, ezért már éjfélkor felkelt. Mondja a Zohar, és nem csak az, hogy éjfélkor felkelt, és tanult több órát, és utána megint lefeküdt egy kicsit korán reggel, nem. Ő felébredt, és végig Tóra tanulással tanult, ahogy írva van, ez megint egy Zsoltárok idézeten, 57 per 9. Az van írva, urak vodi, ura a névőve hinar, a ira sahar. Urak vodi, keljen fel az én tiszteletem,
azt jelenti, nem fogok sokáig aludni, hanem ura névövekinnal, az én hárfám, vagy minek szoktak ezt nevezni, Dávidnak a hangszere, szokott engem felébredni, mert ahogy a Talmud mondja, úgy volt beállítva, amikor jön egy ilyen éjféli szél, akkor az kezdett hangot kiadni, és akkor így már Dávid felébredt, és Tórát tanult, a Ira Sahár. Én szoktam felébredni a pirkadadat, de nem az szokott engem felébredni. És ezért van az, hogy Dávid mindig élt, mert ő távol tartotta magát a halálból, és a halál az pedig az alvásból. Miért? Azért, hogy tudjon felkelni korán, és sok órán keresztül Tórát tanulni, és az isteni dicséreteket mondani. És ez hogyan kapcsolódik tovább a Sárához? Amikor Sára került a fáraó házában, amikor Ábrámmal együtt lementek Egyiptomba, erre azt mondja Zohar, azon az éjszakán jöttek az angyalok, a szolga angyalok jöttek az örökkévalóhoz, ahogy szoktak, és akartak az isteni dicséretet mondani. Erre azt mondja az örökkévaló nekik, nem, most van egy másik feladat. Menjetek csak le Egyiptomba, és nagy-nagy-nagy csapásokat csináljátok ott. És ez pedig egy jel, egy előjel a Izrael fiainak, Sárának, a leszármazottjainak, mit fogok én tenni, amikor lesz a tizedik csapás, az első születek halála, ahogy írva van, vagy nagá semet páró, nagá imgidolom, ezt már tanultunk múltkor, hogy azért kellett, hogy Sára kerüljen le Egyiptomba Fáraónak a házában, mert ahhoz, hogy a Sára meneküljön onnan, az minek köszönhető a nagy csapásoknak, és ez volt az előfutárja annak, hogy majd későbbi időben Sárának a leszármazottjai lesznek Egyiptomba, és ők is fognak kapni, és akkor abban az időben is fognak az egyiptomi kapni nagy csapásokat, és ez volt az előfutára. Most, ha jól értem, az úgy kapcsolódik össze, az megint éjszaka volt, mert az éjszaka akkor hangzanak el az isteni dicséreteket, az isteni dicséretek, és ők azt mondta, nem, most menjetek le Egyiptomba ténkedni. És akkor most van egy érdekes része a Zohárnak. Mondja a Zohar, itt a Sára történetében 12/18 az van írva, hogy ugye Ábrám és Sára azt mondta, hogy ők testvérek. Elvittek a Sárát Fáraó házában. Erre az van írva 18. versben, Jikra parola Ábrám, vagy jó, mert mázott a szítali, lamalogadott illik istahahi. És a fáraó felhívatta Ábrámat, és így szólott hozzá. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg, hogy a feleséged? Kérdezi a Zohar, és honnan tudta a fáraó valójában, hogy Sára az Ábrámnak a felesége? Az elején az van írva, Ábrám és Sára azt mondták, hogy ők testvérek. Most pedig jöttek a csapások. Honnan tudta, hogy jött rá, oppa, valójában Sára az Ábrámnak a felesége? Erre azt mondja pedig, mert nem így volt itt, ahogy a későbbi esetben, ahol szó van, hogy Rivka, Rebeka került Abimelech házában, erre az van írva, az pedig 20. vers per 7. Ve'atá, mondja az örökkévaló Abimelechnek, ve'atá, ha sév ésete is, ki navihu, vitpalel ba'atá, vechjé. Most add vissza annak a férfinak a feleségét, mert proféta ő, és imádkozni fog érted, és te élni fogsz.
akkor ott Abimelech esetében az van írva, az örököl elmondta Abimelechnek, add vissza ezt a nőt, mert ő a férje, a férjéhez, és ő pedig proféta, az örököl, akkor megmondta neki, hogy ő férnél van, és az pedig proféta. Itt pedig nincs írva, hogy az örököl beszélt volna a fáróval, és elmondta volna neki, hogy figyelj, Sára, az férnél van. Akkor honnan tudta hirtelen, fáró hirtelen ott tudta, hopp, miért vagyok én megbüntetve, mert Sárának van férje. Honnan tudta? Erre azt mondta Rabbi Yitzchak, mert az van írva a Tórában, hogy jöttek a büntetések, vagy Nagá Semet Paronega Imgedó Limbe Edbétó, a 17. vers, az örököl nagy csapásokkal sújtatta a fárót még házát, Aldvár Sáraj Eset Avram, Sáraj Abram felesége miatt. Itt mi a hangsúlyt? Sára miatt, mi már tudunk ki az a Sára. Miért kell itt mondani Sára Abramnak a felesége miatt? Erre azt mondta Rabbi Yitzchak, mert az angyalok, amikor ütöttek, azt mondtak, ez az ütés, ez a csapás, az Sára Ábrám felesége miatt kapott. Sára Ábrám felesége miatt kapott. Hoppa! Hallja a fáró, amikor azt mondja az angyal, fáró, Sára Ábrám felesége miatt. Azt mondja, mert a különbség az, Abimelech az egy nem zsidó közül profétának számít. Mondja a Zoharit, és ez pedig a Midrásban ez benne van. Ezért ott van írva, hogy az örököl szólt Abimelechhez. Itt pedig nincs írva, hogy az örököl elmondta Ábrám a fáraónak. Hanem azért, amikor adtak a csapásokat, akik hirdették, hogy ez a Sára Abram felesége miatt, de így egyenesen nem beszéltek vele sem mint profécia, se álmában. És innen tudta, hogy Sára az Abramnak a feleség, és rögtön szólította Abramot, azt mondta, mit csináltam, miért nem szóltál, hogy Sára az a te feleséged. Erre folytatjuk a történetet. Vagy Cávalav Paró Anasim, és a fáró melléje rendelt embereket, vagy Salchu Otóvet és Tóvet Kalaseló, és elkísértek őt és feleségét, és mindenét, amilyen volt. Erre azt mondja a Zohar, ugye az van írva, hogy a fáró mellé rendelt embereket. Miért? Miért volt fontos ez? Azért, hogy ezzel akarta biztosítani a fáró, hogy senki nem fog semmi rosszat tenni a Ábrámnak és a Sárának, annál is inkább, mert borzasztóan romlott voltak morálisan, pláne a nemi életben. Erre azt mondja, mikor az van írva, vagy salchu, akkor szó szerint vagy salchu, úgy is lehet fordítani, hogy elküldték őket, olyan, mint a kirúgták volna őket. De ezt nem lehet mondani, mert az egész versből az a lényege, hogy megtisztelték őt. Tehát nem lehet mondani, hogy elküldték őket, mint a kirúgtak volna az országból. Ezért azt kell mondani, vagy salchu, hogy a magyar fordítás helyesen fordítja, elkísértek őt. Hogy kísértek őket el Egyiptom határáig. Azt mondta az örökkévaló, ha a fáraónak. Nagyon jó, hogy ez így történik. Most úgy történik, hogy elkíséred őket, vagy gondolkodsz, hogy kíséljenek őket el, Ábrámot és Sárát. És ez megint a jeled előfutárja annak, hogy majd, amikor a zsidók itt lesznek rabszolgák, és szabadulni fognak,
akkor szintén fogod kísérni őket. Itt fogod csinálni később is, hogy fogod őket kísérni, hogy te fogsz őket kísérni, hogy írva van a Mózes második könyvében, 2 Mózes 13:17-ben, hí besállach paroltám. Amikor fáró besállach, ugyanaz a szó van itt, mint besállach. Besállach azt jelenti, amikor fáró elkísérte a zsidókat az országából. Hogy a fáró és a népe kísérte ki a zsidókat. Mondja Rabbi Abba, felteszi a kérdés. Miért volt ez olyan fontos Ábrahámnak, hogy úgy alakult az egész, hogy a végén még kísértek is Ábrahámat Egyiptomból? És ha azt mondasz, azért, mert az Ábrahámnak a leszármazatjai Izrael fiait majd fognak kísérni, erre felmerül a kérdés, miért olyan fontos az? Erre azt mondja, hogy ez mind azért van, hogy ez nagyítja és híressé teszi Ábrahám és Sáránnak a nevét a világban, hogy még az egyiptomiak is, hogy még azután, hogy amikor lement Egyiptomba, ahol tele voltak az ország, ami tele van varázslással, mégse, és senki nem tudja megúszni sem őket, mégis nagyobb lett Ábrahámnak a hite, és onnan kijött békében. És ez az, ami írva van, a következő versben, Vajál Ábrahám Mitzrayim. Szó szerint is Ábrahám felment Egyiptomba. A Zohar mit mond, Vajál? Vajál azt jelenti, hogy magasabb lett, felnőtt, nagyobb lett, mert megerősödött az Ábrahám, hogy hiába ott volt Egyiptomba, a varázslók és a vétkesek között, és mégis maradt erős a saját hitében. És azt van írva, Jál Ábrahám, és hova mentek? Hanegba. Érdekes, nincs ez a magyar fordításban. A Jál Ábrahám, mint számú, hogy Isten halasse lovelott, imó Hanegba. Ezután Ábrahám felment Egyiptomból, ő és feleség, és vele minden, amilyen volt, és Lot, is, délnek. Hanegba, dél. Mi a hangsúly a délre? Erre azt mondja, a dél, ez utal a cheszedre, a jóság, az első a 7 szférából, hogy Ábrahám visszament a korábbi szinthez, azt jelenti, nem az, hogy amikor elment Egyiptomból, akkor már alacsonyabb szinten volt, nem volt ő alacsonyabb szinten, ugyanolyan szinten volt. Ugye zárójelbe tesze, mondja, mi a hangsúly, amit írva van, hogy ezután Ábrahám felment Egyiptomból, ő is feleséges, vele minden, ami volt, húvi is tov, halásérló. Mi a hangsúly itt? Minden, ami volt, valahogy egy kicsit egy ilyen hangsúly van itt, neki is, és a feleségének is megvolt minden, ami volt. Erre azt akarja mondani, ugye volt egy része, amikor a Sára került fáraó házában, erre az van írva, adtak ajándékat Ábrahámnak, mint testvérnek. Erre gondolna az ember, mint testvér, aki kiderül, hogy nem testvér, hanem fér, és visszaadtak a Sárát, akkor elvettek tőle az ajándékot, mert ez hiba alapján adtak neki ezeket az ajándékot. Erre azt mondja, nem is. Sára és Ábrahám felmentek Egyiptomból, mindennel együtt, mindent, amit kaptak, az maradt náluk. Most pedig vissza fog térni egy olyan gondolathoz, amit talán múlt héten, vagy 2 héttel ezelőtt, vagy előző órán, vagy az előtti órán tanultam. Mondja a Rabbi Simon, nézzek! Mind ennek az egész Ábrahámnak az útja Egyiptomba, mi ennek a titka?
ennek a titka az, hogy Ábrám lemegy a tisztátalanság mélységében, és eléri őket, de ők nem tudnak őt csábítani. És utána onnan jön vissza. És nem úgy, hogy történt Ádámnál, hogy elesett, megbotlott, mert amikor az a szinthez jutott, az van írva, hogy a kígyó csábította, és ezáltal jött halál a világba, és nem úgy, mint a Noé, amikor lement az a szinthez, a tisztátalan szinthez, mi van írva, az van írva a Brésit, Mózes első könyve 9/21, vagy Jés 9/21, vagy jést minájáin, ivat a borból, vagy iskár, és megrészegedett, vagy itt galbetach a haló, és kitakarodzott a sátrában. Ami azt jelenti, hogy ő mélyen lement, és sajnos megbukott. De Ábrahámnál az van írva, vagy áll Ábrahám, Ábrahám felment, hogy ő tudott onnan felmenni, és visszamenni fent a magasban, és nem maradt. Nem sikerült őket, nem ők nekik nem sikerült őt húzni lefele magában. Visszament az eredeti cheszed szintjéhez. De természetesen ez nem csak, ugye most az Arit egy nagyon fontos gondolatot mond, az ember ne gondoljon azt, aha, akkor az egész dolog, hogy lement Egyiptomba, akkor nem azt jelenti, hogy valójában fizikailag lement Egyiptomba, hanem szellemileg, spirituálisan ment le Egyiptomba a vétkes és a sátani szintekhez, és onnan feljött. De azt mondja az olyan, nem. Fizikailag ment le, és ez, ami történt fizikailag, az egy tükör, és mutatja, mi történt spirituálisan. Hogy lement, és mégis onnan feljött tökéletesen, és nem tudtak őt, és nem engedett a csábításnak a külső sátani erőknek, maradt a saját szinten, és visszajött a szentségbe. Hova jött vissza? Há negba, ahogy előbb mondta, há negba az éjszakra, az pedig a cheszed, az az a szint, ahol ő tartott. Mielőtt lement, ahogy írva van, amikor ment, amikor az örökkévaló azt mondja Ábrahámnak, hagyjál le a szülei házad és menj el a Szentföldre, az van írva, ment éjszakra, ami azt jelenti, hogy tanultunk ott, az örökkévaló azt mondta, azra, ha elmész innen, akkor el fogsz érni ezt a magas szintet. Most pedig visszament ehhez a szinthez. Most pedig egy nagyon fontos gondolatot mond, és a gondolat lényeg az, miért volt fontos lemenni? Erre azt mondja, lényegében úgy kell ezt érteni, hogy akar tökéletes az arany, amit kivesznek a földből, ha kiégetik, mert amikor kiveszik, akkor még keverve van mindenféle tisztátalansággal. És akkor azt ki kell válogatni, ki kell égetni, és akkor kap az ember tiszta aranyat. Hasonlóképpen éppen Ábrahámnak és le kellett menni oda a tisztátalanságban, és ennek köszönhetően, amikor feljött, akkor a tisztátalanság, ami benne volt, az már ott maradt, és ő teljesen tisztán jött ki onnan. Hasonlóképpen, amikor a zsidók lementek Egyiptomból később, és ott rabszolgák voltak, akkor megint az a kérdés, miért?
Azt nem lehet mondani, ez egy büntetés, mert a zsidó nép még nem kapta meg a tórát, és nem érdemeltek meg semmiféle büntetést. Azt mondta, nem. Ez mondja az arra, ez egy felkészülés a tóra adása. Az örökölő kívántad a zsidó népből egy népet, egy teljes, tökéletes népet fog csinálni, és magához fogja közelebb hozni. Ezért szükség volt lemenni Egyiptomba, hogy egy kicsit tisztálkodni. És ha nem tudtak volna, ha nem mentek volna le Egyiptomba, akkor nem tudtak volna lenni az isteni nép. És ugyanez igaz a Szentföldre is. Minden dolog, ami van a világ, minden dolog át kell menni a tisztulási folyamatot. Ábrám lement Egyiptomba, a zsidó nép lement Egyiptomba. Kanán földje, oda jöttek a knániak, és szintén ők voltak azok, akik összeszedték a sok tisztátalanságot, és onnan távoztak, és oda jött a zsidó nép, az már egy tiszta Szentföld volt. Mondja a Zohar. Ugyanez történt a Szentfölddel is. Először a knániaknak lett adva, ami, ez pedig a kígyó titkat, ez a kígyó titka, és ők ott uralkodjanak, ott lakjanak azon a földön. Így mindenféle tisztátalanság, ami ott van, az, és ha nem lett volna, akkor ez nem lehetett volna az Istennek az osztály része. És ezek mind egy dolog. Ábrahám, a zsidó nép, Erzsiszel, az mind olyan dolog volt, amit le kellett menni, át kellett menni a tisztulási folyamat. Ami azt jelenti, hogy a zsidó nép Egyiptomba, a rabszolgaságnak semmi köze nincs a büntetéshez, hanem a dolog lényege az, hogy egy tisztulási folyamatot kellett átmenni, és olyan, mint a tűzzel kiégetik a rosszat, és a rabszolgasággal sikerült kiégetni belőlük a semmiféle rossz ne legyen, és utána készen álltak a tóraadásra átvenni a tórat a Színai hegyen. Köszönöm a figyelmet, folytatjuk majd hónap kedden a Hasid történetekkel, szerdán a Kérdezd a rabbival, és csütörtökön a kabbalisztikus gondolatot a heti szakaszon, vasárnap mindig egy téma van, és akkor újra lesz hétfőn. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!